A feta a görög konyha elmaradhatatlan része. Ez a lágy, sós lében érlelt sajt kizárólag juh és kecsketejből készülhet, és ha nem Görögországban állítják elő, egyáltalán nem nevezhető fetának. A világhírű sajtot állítólag még Homérosz Odüsszeája is emlegeti. De hogyan készül az igazi feta? Ez az, ami most kiderül. Mária Diamanti vagyok. Spiros Krisolász vagyok. 25 éve van meg a gazdaságunk. Feta sajtot gyártunk. Agroktima Diamanti néven. A tej a feta alapja, és a jó fetához jó tej is kell. A birkáink minden nap felmennek a hegyre, és friss gyógynövényeket esznek. Ott van oregano, kakukkfű, menta, zsája és vadolajbogyó. Ezért az állataink tápanyagdús tejet adnak. Az istállunkban is nagyon jók a körülmények, így a mi állataink boldogok. Emiatt a tejük is nagyon jó, amiből csodálatos feta lesz. Egy kilogramm fetához körülbelül 3,5-4,5 liter tej kell. Ahhoz, hogy egy sajtot fetának nevezhessünk, juhtejből kell készülnie, vagy legfeljebb 30%-ban tartalmazhat kecsketejet. Minél több kecsketejet tartalmaz, annál fűszeresebb és keményebb. A tejet pasztőrözik. A hőkezelés 20 percig 65 Celsius fokon történik. Ezután a tejet lehűtjük 36 Celsius fokra, és hozzáadjuk a tejoltót. Megkeverjük és megvárjuk, amíg besűrösödik. A tejoltó olyan fiatal kecskék gyomorenzimeiből származik, amelyek korábban csak tejet ittak. Még nem ettek füvet. Ez adja a feta csípős ízét. Most várunk 20-30 percet, amíg a tej besűrösödik, azután felvágjuk és formákba helyezzük. Most kivesszük a túrót a tárolóból, és beleöntjük a formákba. Itt a nedvesség elfolyik, csak a szilárd anyag marad meg. Most a sózás jön, amihez durva sót használunk. A feta mindegy 2%-a só. Ez a folyamat a száraz sózás. A só adja az ízt és védi a sajtot. Megszórjuk a tetejét, a só lassan behatol a feta közepébe. A tejbe nem szórunk sót. A formákat egy óra múlva megforgatjuk. Este majd reggel újra megsózzuk. Háromszor megismételjük, majd kiszedjük a sajtot a formákból, és indul a következő fázis. Itt már látszik, hogy szép és kemény a feta. Ezután felvágjuk és hordókba helyezzük. Betesszük a fetát az edényekbe, és pasztőrözetlen 12%-os só oldatot adunk hozzá. Ezután kerül a feta az érlelőbe. A fetát 18 fokon, körülbelül 18 napig érleljük. Az érlelés során a sajt pH-ja megváltozik, és a sóoldat még mélyebbre hatol. Így keletkezik a savanykás íz. Az utolsó lépés a hűtés. A feta legalább 3 hónapig marad a hűtőben, mielőtt a piacra kerül. De van olyan sajt is, amely 2 és 6 Celsius fok között már 6-8 hónapja érik. Itt történik az érés utolsó fázisa. Minél tovább marad itt a feta, annál fűszeresebb lesz, és annál jobb lesz az íze, szerintem. Picádico, e più evgioso, fa elegante.